következő bemutatkozó osztály a 9. B. Köszöntöm Önöket, ez itt a B-faktor, a színpadon pedig Stól András. Jaj, buci, jól vagy! Barta Bob, egy tizedes rendőrfőnök, Stól András. Önt letartóztatjuk cserbehagyásos gázolásért és drogfogyasztásért. Majlát Ferenc, bilincseld meg! Hello, hello, Sebestyén Balázs vagyok, és én helyettesítem Stól Andrást. Önök a B-faktort látják, az ország leghíresebb műsorát. Ezennel megnyitom a szavazást, és szavazhatnak kedvenceikre. Azonban jöjjenek a zsűritagok. Akinek a szépségét a lábszaggal hasonlítják össze, Kiszer Tünde. A következő személy az ország egyik sukársága, a nő, akinek az erei aranyból vannak, Beja asszony. Ezután jöjjön a sebészeti csoda, Geronazzo Mária. Fekete Pákó sajnos nem jöhetett el hozzánk, súlyos Jacko-korban szenved. Azonban jöjjön az este egyik műsora, Tanya Montana. I'll give the barbecue show and tell you how to move. If you're 5 or 82, this is something you can do. Elismerésem, de inkább hallgassuk meg a zsűri értékelését. Ha, Tanya, annyira kis cunci voltál. Úgy gondoltam, hogy szerepelhetnél a naptáromban. Te lennél Miss Március, jó? Annyira nagyon tetszett a produkció. Erre én egy 9-est adnék. Hát Tanya, ez nem volt elég olyan beleadós, olyan rázós. Jobban rázhattad volna, amit kell. Hát... Látszik, hogy nem közünk való vagy te, de hát annak ellenére jó volt. Köszönöm. Szerintem meg nagyon szexi volt. Megráztál mindent, amit kellett, és Hanna egyébként az első ajak feltöltésére gyűjt, és nem hord bugyit. Szóval mindenki szavazzon rá. Köszönöm. Köszönjük a zsűri értékelését. És most következzen a Summer Brothers. De jöjjön a zsűri értékelése. Hát, ez nagyon-nagyon szexuális volt, ennél már csak az lett volna jobb, hogyha ezt a prezident úr adja elő, és tényleg is nyerhetnétek, hogyha nem hordanátok bugyit, de így hanem jobb volt. Hát, nekem is nagyon tetszett, annyira kis jó volt, majd autogramot is szeretnék kérni tőletek, de majd csak a műsor végén. Hát nagyon jók voltak a fiúk,
Most is nagyon jól ráztak mindet, jobban, mint a tanya, de hát ez nekem sokkal jobban tetszett, és szavazzanak rájuk, hogy megvegyék az első zebrabőrűs Mercedesüket. Köszönöm! Én is! Köszönjük! Nem sokára kezdődik egy kis rövid reklám, de azonban előtte jön az egyik fény előadás, a Nyuszi Csibék. Köszönjük figyelmüket, és köszönjük, hogy megtiszteltek jelenlétükkel, és további jó szórakozást kívánunk!